amit teszel a kettessel, rögtön megérkezik megint. Úszás, kerékpározás és futás. Ez a triatlon. Egy olyan sport, ami kőkemény, hosszú távú állóképességet igényel, és a legelszántabbakat, a legfelkészültebbeket is próbára teszi. Sziasztok, Krebs Zoltán vagyok, az Értéktrend Extrát látjátok. 5, 4, 3, 2, 1... Első beszélgető partnerünk, a rendezvény egyik szervezője, Kovács Erika, őt kérdezzük. Hányadik alkalommal rendeztétek meg a Kesztely triatlont? Idén harmadik alkalommal rendezzük. Nem tudom, van-e arról esetleg pontos információ, hogy itt a nagy őrületben, hogy hány fő nevezett? Körülbelül 550 fő, ez valószínűleg valamennyivel több, de jelenleg nem tudok pontos adatot mondani, de 550 körül. Annyi információnk van még a versenyről, hogy az idén bekerült az országos bajnokságba, tehát az országos bajnokság részévé vált, erről szeretnék néhány információt kérni tőled. Igen, idén megkaptuk ezt a megtisztelő rangot, ez a végülis a szakmának az elismerése számunkra, hogy országos bajnokság lehetünk, ezzel elismerve azt gondolom így az eddigi munkásságunkat. A rajtnál hallottuk, hogy elég neves sportolók álltak rajthoz, esetleg róluk tudnál mondani néhány gondolatot? Igen, szerencsére több nemzetközi sztár triatlonos is itt van, ilyen például Timo Brecht, a verseny egyik nagy esélyese, a másik David Plese, ő Szlovéniából érkezett, a hölgyek közül kiemelném Diana Rizlet, de a magyarokról se feledkezzünk meg. Itt van a versenyen idén is Hankó Dávid, aki eddig az összes versenyünket megnyerte, Flander Marci, aki tavaly második volt, Molnár Gergő, a hölgyek közül sajnos Zelinka Gabi nem tudott eljönni sérülés miatt, ő volt tavaly a versenynői győztese, de itt van Brassai Réka, Halász Anna Mari és Kálovics Anikó is, úgyhogy tényleg itt van még Kovács István, Kokó Boxoló, Gajdos Tamás, úgyhogy tényleg nagyon jó kis nevezői gárdánk van, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Szeretnénk kérdezni pontos adatokat arról, hogy pontosan itt a főversenyszámban milyen távokat teljesítenek a versenyzők. 1900 métert úsznak, 90 kilométert kerékpároznak és egy fél maratont futnak a végén. És záró mondatként annyit szeretnénk meg kérdezni tőled, hogy tudomásunk szerint nem csak egynapos a program, itt szombaton már voltak rendezvények, illetve több családbarát programban leptétek meg a látogatókat, erről mesél nekünk. Igen, idén is, mint ahogy eddig is kétnapos a rendezvény, tegnap volt a rövidebb táv, a sprinttáv, ekkor 750 métert úsztak, 20 kilométert kerékpároztak és 5 kilométert futottak a versenyzők, és előtte idén először volt egy futóversenyünk, itt 5 és 10 kilométeren volt a versenyzés, és plusz gyerektáv, a gyerekeknek ingyen nevezéssel kedveskedtünk, és még voltak plusz családi programok, ilyen volt az arcfestés, lufi bohóc, tehát ilyen lufit hajtogató bohóc, volt gokárt verseny, fixi verseny, kemping kerékpár verseny, rengeteg programmal készültünk, még ami ma is van, ugrálóvár, van fajátszóterünk, úgyhogy tényleg igyekeztünk úgy kialakítani azt a hétvégét, hogy az egész család megtalálja a számítását, tehát hogy a versenyzőkkel el tudja jönni a feleség, vagy a férj és a gyerekek, akik ugye egész évben a versenyző mellett állnak, és támogatják abban, hogy ő el tudjon menni, és tudjon készülni a versenyére rendesen. Az idei futamon több neves sportolónk is rajthoz fog állni, közöttük az egyik ismert, ha nem a legismertebb, Kovács Kokó István, vele fogunk most beszélgetni. Kokó, először is szeretném megkérdezni, mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a triatlonnal? Pontos időpontot nem tudok már mondani, 2013 vagy 2014 lehetett, szerintem 2013, amikor életem harmadik maratonját lefutottam, ez ominózus, nagyon szép maraton, hogy a New York maratonon történt, és amikor utaztam hazafelé a British járatával, akkor lehetett válogatni a sportfilmek között, és ott találtam rá a Hawaii Ironman, 2012-es Hawaii Ironman összefoglalójára. Gyönyörű film volt, én többször megkönnyeztem, és amikor leszálltam a repülőről, akkor azonnal hívtam Kropko Peti barátomat, és mondtam, hogy figyelj Péter, én triatlonozni akarok, nem tudok úsztani, így biciklit, de triatlonozni akarok, segíts nekem. És elkezdtük a felkészülést, 2014-es Budapest Ironman volt az első célkitűzés, hogy azt teljesítsem, időközben lekerültem Nagyatádra, láttam és részt vettem váltóban az első Extreme Man viadalon, az első Ironman távon, és aztán kitűztem célként, hogy szeretnék Ironman lenni, ezt sikerült tavaly megvalósítani, és azóta benne ragadtam a triatlonba, a Ferencváros igazolt triatlon versenyző lettem, és az I Love Balatonnak köszönhetően egyre több triatlon versenyen és szabadidős sportrendezvényen tudok részt venni, úgyhogy gyakorlatilag az egész nyarat végig triatlonozom, végig futom.
vagy? Hát akkor gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy az ökölvívás után úgymond teljesen hobbi sportolóként, amatőrként indult el a triatlon versenyen, és ez most már akkor ezek szerint a sokadik verseny. Igen, de nekem több ilyen fellángolásom volt, de talán ez a legtartósabb. Én amikor abba hagytam az ökölvívást, akkor elkezdtem elég, nem azt mondom, hogy agresszív módon, de elég erősen síelni, tehát olyan amatőr versenyző szintre eljutottam a sípályákon is, nagyon sokat síeltem. Aztán jött a golf az életembe, a 2005-6-os esztendőtől egészen napjainkig elég rendszeresen golfozom, de abban olyan nagyon nagyot nem tudtam felülni, tehát nem tudtam soha a single handicapig lejutni. 20 környéken, 25 környéken állt meg a handicapem, azt most is egy jól sikerült napon azért tudom hozni, és aztán jött most ez a triatlon és a zavarodó sportnak ez a része, a hosszú távú állóképességű sportok, amit nagyon-nagyon megszerettem, és remélem, hogy ez kitart most pár életem végéig. A sport akkor ezek szerint abszolút az életed és a mindennapjaid részévé vált, ez természetes. Annyit szeretnék megkérdezni, még ha már ökölvívásról beszéltünk, mennyire távolodtál el a szorítótól, a ringtől, illetve milyen munkáid, milyen projektek vannak, amik még kötnek az előző életedhez? A profi ökölvívás vérkeringésében nagyon aktívan részt veszek, tehát nagyon-nagyon sok nagy versenyen kell felügyelőként a szövetségemet szolgálni, a World Boxing Organization-t. Az amatőr ökölvívástól teljesen eltávolodtam, tehát ott egy pár évben keresztül próbáltam vívni ezt a, nem is nagyon tudom minősíteni, milyen harcot a jelenlegi vezetővel, és aztán inkább úgy döntöttem, hogy a mai magyar ökölvívás menthetetlen, tehát amíg ez a rendszer áll és működik, addig teljesen felesleges bármit is próbálni segíteni, hiszen az ember olyan falakba ütközik, hogy ennek nincs értelme, és ezért inkább a saját lelkiismeretemre hallgatva úgy döntöttem, hogy ezért nem adom a nevem, ennek most már jó pár éve, majd egyszer talán lesz itt is változás, és itt is végre egy normális a magyar ökölvívás érdekeit szolgáló rend vagy rendszer akar majd felépülni, amelyben én remélem megtalálom magam feladatát és lehetőségét. Kokó, én nagyon szépen köszönöm neked a lehetőséget, a holnapi versenyen sok sikert és köszönöm. Nagyon jó futamot kívánok, örülök, hogy találkoztunk. A verseny előtt Barát Tamással beszélgetünk, aki hévízi származású, de jelenleg Tiszaújvárosban él. Tamás a Tiszaújvárosi Triatlon Klub edzője, vele fogunk beszélgetni, megkérdezzük, hogy került el hévízi a Tiszaújvárosba. 3 évvel ezelőtt kerültem körülbelül a triatlon révén, milyen meglepő módon. Előtte is a triatlonban dolgoztam már, pontosabban triatlonban nőttem fel, majd Keszthelyen kezdtem el megismerkedni ezzel a sporttal. Aztán így sportoltam, később Pécsre kerültem egyetemre, versenyeztem Pécset, majd később edzőként folytattam már a Pécsi Triatlon Klubban, és volt egy ilyen lehetőség, a Magyar Triatlon Szövetség honlapján keresztül meg volt hirdetve egy állás lehetőség Tiszaújvárosban a Triatlon Klubnál. Megpályáztam, így kerültem végül Tiszaújvárosba, már edzőként. Hogy telnek a mindennapok? Milyenek az edzéseid? Egy nagyon komoly edzői stábba kerültem be Tiszaújvárosba, tehát azt tudom mondani, hogy szakmailag majdnem, hogy a csúcsra kerültem Tiszaújvárosba. Nagyon komoly felkészülés folyik napi szinten, heti szinten, meg van tervezve a program, sőt elmondhatom, hogy évelején egész évre leosztjuk az edzéstervet, a programokat, a versenynaptár ki van találva. Úgyhogy nagyon profi közegben készülnek a versenyzők, és edzőként ez egy nagyon komoly szakmai kihívás és lehetőség nekem itt Tiszaújvárosban. Ez már nem az első verseny, ezt tudjuk, hogy már tavaly előtt évben is voltatok. Milyen eredményeket értek el akkor a srácaid, tanítványaid? Büszkén mondhatom, hogy a Hankó Dávid, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője, nyerte az utóbbi 2 év abszolút férfi középtávú versenyét, úgyhogy idén is hasonló reményekkel álltunk rajthoz, reméljük, hogy sikerül megvédeni ezt a címet. Hát akkor mindenképpen az a terv, hogy az első között szerepeljen a Hankó Dávid. Hát mindenféleképpen így van, bízom benne, hogy jól sikerül, valamint van még egy versenyzőnk, idén a női mezőnyben is sikerült kiállítanunk egy versenyző, Szabolcsi Fruzsinát. Ő még kóstolgatja csak ezt a távot, de bízunk benne, hogy minél jobb eredménnyel sikerül teljesíteni a mai versenyt. Tamás, köszönjük szépen a lehetőséget, sok sikert kívánunk a srácoknak, és neked is a továbbiakban. Köszönöm szépen, sziasztok!